Ebben a szurkoló másodpercek előtt kezdődik a mérkőzés itt a Mertatéban, még a 22. fordulójában. Mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok! Hajrátó! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Az Eto FC Győr a szombathelyi haladás ellen játssza a 22. fordulóban a bajnoki mérkőzését. Tisztafehérben az Eto, tisztazöldben pedig a haladás. Egykoron az NB1-ben nagyon sok csatát megélt ez a két csapat, most az NB2-ben játszik rangadót, még akkor is rangadót, hogyha a középmezőnyben szerepelnek mind a ketten. És Laca beadása az első veszélyes lehetőség, amit a középült érkező Molinigo elől húz le Verpes István. Középmezőnyben a két csapat, hiszen egymás mögött vannak a tabellán. Hetedik a szombathelyi haladás, 9 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereség nekünk. 7 győzelem, 7 döntetlen, 7 vereség a mérlegünk. Vagyis 4 pont van a két csapat között. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk őket ma utolérni, de reméljük, hogy egy pontra megközelítjük majd őket. Mindjárt elmondom a két csapatnak a kezdenítását, bár aki a közvetítés elejétől figyelt bennünket, az láthatta a bevonulás után, hogy kiírtuk a játékosokat, de már is elmondom, hogy kik lesznek azok, akik ma örömet okozhatnak nekünk, vagy ha úgy alakul, bár mi nem ezt szeretnénk, örömet okoznak a szombathelyi drukkereknek, hiszen jó néhány, jó 150-en már itt vannak benne a stadionon kívül, és állítólag lesznek majd még többen is. A kapufáról jön vissza a labda, és aztán megy mellé, óriási szombathelyi lehetőséggel indul a találkozó szöglet után, majdnem megszerezték a vendégek a vezetést. És akkor megy ki a túloldalra Rász Barnabás, hogy onnan is belője a labdát. Harmadik perc a mérkőzésen, már mind a két oldalon volt egy ígéretes beadás, ezúttal most hátra gurítják lövésre. Ez most már így Kovácsik Ádámé. Kovácsik Ádám a kapuban. Szújó Attila, Fodor Ferenc 14-essel, 15-össel a védelemben, akár csak Keresztes Krisztián, akit 25-össel láthatunk, ez lesz az első mérkőzés itt a Eto stadionban, a másik oldalon 90-essel Kovács Krisztián szaporázza. Ő talán a mostani csapatból a legrégebb óta stabil csapattag. Toma György 22-essel kihagyhatatlan, 23-assal Kis Balázs, aki emlékeim szerint a szegedi meccsen nem volt kezdő, 27-essel Vitális Milán, 91-essel a csapatkapitány Kis Máté, és a támadó szekcióban Morinégo Nikolász 17-essel, aki nagyon biztatóan mozgott, és Laca Alex, aki itt majd megbólintatja a szombathelyi védelmet is. Ami a túloldalt illeti, Verpec István a kapuban, Devecseri Szilárd 13-assal, Lukasz Simut Mario 16-os, Csernyik 17-essel, Csató Martin, őt jól ismerhetjük, 24-essel, védelem tengelyében játszik majd most is, 27-essel Nyíri Vince, 29-essel Németh Milán a csapatkapitány, 30-assal Csilus Tamás, 43-assal Derekas Zoltán, 78-assal a szögleteket rúgó Rász Barnabás, és 81-essel az a Molnár Rajmund, aki egy fél évet eltöltött itt, aztán tovább jutott, és most már a haladás játékosa. Jál Hip viszont számít rá, és kezdőként jelölte a mai mérkőzésem pályára. Laca. Vitális már támadja a védőket, Keresztes veszi le, teszi tovább. Kis Máté.
és aztán Szójó teszi ki a labdát Kovácsnak. Nem volt pontos a labda, Marinigo labdája. Keresztes, belelépnek az átadásába, úgyhogy marad a labda a mieinknél. Pap Milán, Borsos Filip, Babati Benyámin, Wingler László, Csontos Dominik, Tuboly Máté, Priskin Tamás, Kisbence, Szendrei Ákos a kispadon, Vanyaz Vekanov, Fursán György, Mohos Barnabás, Borvető Áron, Tóth Máté, Doktorics Áron, Horváth Rajmus és Lencse László a túloldalon, illetve hát a két cserekapus, Ruiz Barnabás és Murcsics Roland, róluk se feledkezzünk meg, bár valószínű, hogy mind a két edző azt szeretné, hogyha a kapuba nem kéne cserélni, hiszen ez egyrészt a teljesítményt is mutatja, másrészt pedig ugye általában csak sérülés miatt szoktak váltani az edzők. És Máté kapja a labdát, kicsit csínybe, de azért megszerzi. Másodszor is visszapattan hozzá a labda, aztán megy tovább. Ez Tomáé kell, hogy legyen egyből, előre játszik, hogy induljon előre Kovács. Győri szöglet. Kis Máté tekeri középre, keresztes jön előre és fejjel fölé. Kis Máté veszi le, és egyből Lacát keresi a labdájával. Jól lépett belé a szombathelyi védő. Simut, és megszerezte a labdát. Toma fejelte el a labdát, aztán most már Szújó hátul. Ugye döntetlennel kezdtük ezt a évet, 1-1 Szegeden, a Nyíregyháza viszont elvitte a bajnoki pontokat Szombathelyről, úgyhogy mi előre léptünk 2-t, a Szombathelyhez pedig egy ponttal közelebb kerültünk a tabellán, ezért van most egymás mögött a két csapat. Keresztes dobhat majd. Szabadrugás lesz majd kifelé. Sverpec végezheti el. Miközben úgy tűnik, hogy mind a két szurkoló tábor most már elsősorban a saját csapata biztatásával szeretné azt, hogy a kedvenceik megszerezzék a vezetést. Betörnek közben a 16-oson belőre a Szombathelyek, és megszerzik a vezetőgolt. Csernik Kornél lövi a gólt. 1-0 a vendégeknek. Szinte a semmiből vezet a szombathelyi haladás. A büntető területen belül esett el az egyik szombathely, a másik viszont tovább vitte és belőtt a hálóba.
Nem kezdődik tehát jól a meccs. De nagyon sok van még vissza. Fodor, keresztes. Laca. Vitális kérné megint keresztestől, nem ő kapja, ezúttal Kismáté kapja. Ez nem jó labda, ez Nyírié. Kismáté mellett jól teszik tovább. Aztán Kismáté megpróbálja csapdába csalni az ellenfelet. És jó volt Vitálisnak a közbeugrása. Óriási gólt lőtt tavaly Szombathelyen. Jó 30 méterről. Most is elkélne majd valami hasonló. Eltelt az első 10 perc, tulajdonképpen az első valamire való helyzetből gól lett, mert ugye volt két beadás, ami ígéretes volt, de igazából ez a támadás az első, ami végig folyt a pályán. Keresztes, kint van. Mindjárt körülnézzünk, hogy mi újság a többi pályán, hiszen párhuzamosan velünk együtt jó néhány stadionban elkezdődött a mérkőzés. És úgy látom, hogy csak itt van még gól. Dorog MTK, aztán Békés Csaba Gyirmót, Budafok Kazinc Barcika, Mosomagyaróvár Pécs, Kozár Mislány Ajka, Csákvár Soroksár és Nyíregyháza Siófok mérkőzések velünk párhuzamosan. És lesz majd, ami 15 órakor kezdődik, a Szeged, a Szent Lőrincet később fogadja, a Diósgyőr pedig hétfőn játszik majd a Tisza Kécskével. Ugye mi meccsünk is, akár tévés meccs is lehetett volna, de hát miután a csapatnak szerdán fontos kupa meccse van, ezért nyilvánvaló, hogy mellesül, hogy azt a televízió közvetít, nyilvánvaló, hogy maradt a vasárnapi kezdés. Nem kapkodnak a szombathelyiek, hova is siessenek, hiszen egyelőre számukra kedvező az eredmény, de nagyon-nagyon messze még a vége a meccsnek, úgyhogy szerencsére van még idő bőven az egyenlítésre, hogy a győzelem megszerzésére, ami mindenképpen fontos lenne. Morinigo sprintel és próbálja befutni a labdát. Nem volt kedvező pozícióban. A letámadás után viszont visszaszerezzük a labdát. Keresztes indul. Vitális, elesik közben ott középült Terekas. Jó a blokk. Ez pedig Fodor fejeli el. Kovács. Kissel játszik össze. Aztán Kis Balázs. Kis Máté középült, Kis Balázs a jobboldali támadó pozíciójában, Morinigo inkább középült. És hát Vitális is mindig jön előre. Összefejelnek ketten a játékvezető, akit még nem mutattam be. Azt mutatja, hogy szabad rúgás lesz majd. Takács Tamás a játékvezető, Lovas László a tartalékjátékvezető, Rinkevin és Szabó Dániel pedig a két asszisztens jobb, illetve bal oldalon. Csató Martin. Simut. Keresztes volt, szabálytalan. Nyíri pedig nagyon nehezen próbál föltápászkodni. Rászi, hogy elvégezze a szabadrugást. Vitális az egytagú sorfal. Nem ívelték középre, pedig előre küldték a magas játékosokat. Itt most a beadásnál akár Molnár teljesen szabadon volt, Nyírit választotta. Hát nem a legjobb döntést választotta a szombathelyi játékos, a Molnár ott volt mellette teljesen szabadon. És ott volt előtte a sáv, de megpróbálták még egyszer a szombathelyiek. Veszélyesen csavarodott középre, egy pattant egyet, de Kovácsik maga biztosan fogta. Laca. Nem olyan hagyja élni Rász Barnabás. Aztán Laca jól fordul. Nagyon biztató, hogy bemutatkozott itt az MB2-ben.
Kis Máté, egyelőre még nem volt lehetőség, hogy a pontrugásokkal veszélyeztessen. Indul Kis Kovástól. Kis Balázs. Morinigo bújik ki, ott marad nála a labda, és aztán jön Nyíri és elsodorja. Verpec pedig elcsipi még a vonal előtt. Hát mindjárt letelik az első negyed óra. És a dolgok jelenlása szerint a Szombathelynek sikerült jobban. Ez a játékrész. Az egy hatoda a mérkőzésnek. A másik ötöt nyerjük meg, és akkor a végén is miért ülhetünk. Kint volt már. Nokinek. Nem nagyon van játszótárs, azt inkább előre. Ezt választják a Szombathelyiek, és most már keresztes mehet. Laca kihúzódik, kicsit vissza is talán. Mélységből próbál indulni. Jó a keresztmozgás. Morinigo teszi vissza, és aztán most lehet benni Vitális. Nincs elles. Érkezik középüt. Kis, de Vitális föllövi a bal felsőbe. Így megvan az egyenlítés. Az első gyönyörű támadás után mindjárt megvan az első gól, és Vitális valami szenzációs módon fölvarja a rövid sarokba. 1-1. Egy-egy szép támadás mind a két oldalon, és egy-egy gól. Derekas pedig hozza fel a labdát, egy-egy. Tehát a mérkőzés nem akármilyen gól lőtt Vituka. Nem volt igazán jó, azt gondolom, ha beadta volna, mert ott nagyon zártak a védők, és Kis Balázs nem nagyon fért volna hozzá a labdához. Hoppá! Kicsit veszélyes játéknak tűnt ott, amit előadtak a fiúk középütt. Az Ajka közben megszerezte Kozár Mislenyben a vezetést. A többi pályán döntetlen az állás. Nálunk két gól kellett ehhez, a többi pályán még nincs egy sem. Úgyhogy aki idejött, az jól döntött. És aki minket néz, valószínű, ő is látott már itt szép megoldásokat. Kis Morinigo indít, ez nagyon hosszú. Mutatja, hogy bocspajtás. Keresztes. Megpróbál Morinigo hozzáférni a labdához. Kovácsot döntik föl, szabadrugás kap majd. Elbújt közben a nap, úgyhogy egy jó 5-6 fokkal a hőérzetünk az most. Mondjuk az nem annyira kellemes. Így most kimondott a hideg van. A szurkolóknak a legnagyobb része ugye nem a napos oldalról figyeli az eredményt, talán csak a Szombathelyre süt egy kevés nap. Kis Balázs mehet közben, hárman zárkoznak középütt, és ott van Kovács is. Kovács most elindul befelé a 16-oson belülre, lassan lövőhelyzet lesz, belevetődnek. Kis Máté. Ez így nem jó. De akár jó is lehetett volna, úgyhogy... Fölvette, úgy tűnik, az üzemi sebességet most már a csapat.
kezdi átvenni az irányítást a labdabirtoklásban is. Verpec kirúgására mindenki összegyűlik egy kupacon. Most dobhatnak a szombathelyiek. Vitális. Kis Máté. Kis Balázs. Vitálissal játszik össze. Gyönyörű csel. Aztán földöntik. Még a kárlap is lehetne. Mind a két játékoshoz segítséget hívnak. A szombathelyi játékost is ápolni kell, nem csak Kist. De úgy látom, hogy mi részünkről nincsen komoly gond. Két kis most egymás mellett, talán megbeszélik, hogy kivégezzel a szabadrúgásdát. Ha bejött a segítség, akkor lehet, hogy Kis Balázsnak már le kell menni legalább egy gondolatnyi időre. Amíg tart az ápolás, gyorsan elmondom, hogy itt az NB2-ben 11-szer játszik a két csapat. Legutóbbi két meccsünket a haladás nyert, és összességében is 5 győzelem. Két Eto győzelem mellett 3 döntetlen. És Győrben is 2-1-2, tehát nagyjából kiegyenlített a mérleg. De az NB1-ben 48-szor legyőztük a szombathelyeket, és ők csak 30-szor nyertek. Így reméljük majd idővel ezen a statisztikán is tudunk változtatni. Mind a két csapat azt gondolom, hogy ezt szeretné, hogy újra a legmagasabb osztályban találkoznak. Létszám fölényben vagyunk most, mert visszaengedi a játékvezető Kist, miközben még ápolják lent Németh Milánt. Szombathelyeknek a kapitánya valószínűleg felrepett a fejbőre, mert mintha egy vérzést próbálnak elállítani, de ezt így innen 80 méterről nincs nagyon esélyem megmondjam. Morinigo szerez labdát. Toma indítja Kis Balázs. Kis Balázs gyorsabb, akár le is tudná futni, de vecserít azonban jó helyezkedéssel. De Vecseri megállítja az akciót. Kovács kéri, hogy elvégezze a bedobást. Toma. Keresztes kéri a túloldalon. Egyből be középre. Morinigo nézi. Enyhe lökés Csatótól. Ez belefér. Aztán Morinigo visszaszerzi a labdát. Vitális. Kis Máté. Toma. Most jön a középreadás, hozzáfér-e még Vitális. Toma lőheti el, felszabadítja a kaput. Egyébként az NB1-es statisztika Győrben egészen parádés a szombathely ellen, mert a legutóbbi 35 meccsből csak 3-szor tudott nyerni a haladás, de mondom, ennek itt ma nincs sok jelentősége. Egy mezre van szüksége közben. Németh Milánnak, mert nem akarja visszaengedni a játékvezető. Valószínűleg összevérezte, és ez a probléma. És azt mondják, hogy tehát olyan nincs, hogy fölveszi mondjuk a
másik messze, nem az a szám szerepel rajta, ráadásul 29-es, tehát ott kell ragazgatni bőven, ha szeretnék. Szegény német Milán most próbálja úgy fölvenni, hogy véletlenül se vérezze össze. Na, szerencsére visszaengedik, így, hogy ő lesz a ötös Hursán mezébe. Még beszélget a tartalék játékvezető vele. Nem is értem, komolyan mondom, vicc. Mások a sportszerűség jegyébe is illene, hogy visszaengedjék németet. Komolytalan, bocsánat. Közben gyönyörű védés Verpesztől, mert volt egy parádés lövés. Smiál Lipp is megnyugszik. Ő is érthetően szóvá tette. Morinigo. Szabálytalan volt. No, hát túl vagyunk a félidő felén, 1-1 az állás. Szép támadások végén helyzet és helyzet kihasználás, góla vége eddig. Csató Martin indul meg, egyelőre keveset láttuk az Eto'o tér felén. Valószínűleg nem is nagyon fogjuk, maximum pontrugásoknál. Most Csató szabálytalan keresztessel szemben. Gyorsan elvégezzük a szabadrugást. A jobb oldal szabad, eltolódik a védekezés. Német Milán jön ki most Kovácsra. És belelép az átadásba. Visszaszerzi a labdát Kis Balázs. Itt pedig szabálytalanság történt. Kovács Krisztián kap szabadrugást. Azt érzem, hogy megvan a ritmus, megvan a gyorsaság. Úgyhogy nagyon biztatóan mozog most a csapat, főleg ott a jobb oldalon. Laca jól kezdett itt a bal oldalon, Vitás ugye innen lőtte a gólt, mégis a jobb oldal aktívabbnak tűnik egyelőre. Itt van elő mindenki, a szombathelyiek vonalban védekeznek, Kismáté pedig tekeri középre, kifér hozzá a labdához elsőként, lesz-e lövőhelyzet? Ellövik Laca elől, Vitális fejjel vissza Laca felé, keresztes verti le, keresztes tekeri vissza középre. Fodor kicsit kilökik a labda alól, Toma ügyesen visszapiszkálja. Keresztes csak hátra, és akkor Szújónak is ezt kell tenni, és indulhat Kovácsik részéről újból a támadás. Sinut. És akkor Vitális volt szabálytalan. Szombathelyi beadás, keresztes fejeli ki, Kis Balázs gyűjtheti össze. Morinigo visszafele, belelépnek a labdájába. Devecseri hosszan teszi előre.
Keresztes, jó megmozdulás ismét. Keresztes már jól játszott Szegeden is. Molnár Rajmund a 16-oson belül, ballal tekerné kapura, utolsó pillanatban Toma lépett bele. Kis Balázs mellett elcsorog a labda. Egy csel Rásztól, aztán tovább. És Fodor szerelt, ez a Szujó szerelt jól. Derekas. Ebből is beadás lesz. Szujó töri el. Szöglet után jön vissza a labda, és bent van. Még ilyet. 31. perc, és újra vezet a haladás. Elcsorgott középütt a labda. Senki nem ért hozzá. És újra vezetnek a szombathelyiek. Csernik a gólszerző ismét. És ezzel 2-1 arányban vezet a haladás. Fodor mutatja, hogy akár le is fújhatták volna, de nem teszi meg a játékvezető. Ez pedig megpattan, és így lesz majd szöglet. Rácz a szögletnél. Rövid sarokra lőtte. 16-oson belesik el Csernik. Laca tovább. Kovács átkeveredett a bal oldalra, kilövik előle. És jöhet majd Keresztes a bedobással. Hát megint nekünk kell futni az eredmény után. Marinigo, Csató Martin lövi ki előle szögletre. Na, még megérkezik mindenki középre, gyorsan elmondom, hogy Dorog MTK 0-1, Békés Csaba Gyirmót 1-0, Budafok Kazincz Barcika 1-0, Kozár Misla Jajka 0-1, és Nyíregyházas Jóvog 1-0. Úgyhogy az utóbbi 10 percben mindenütt megkezdődött a góltermelés. Kis Máté pedig megnézheti, hogy hova kéne lőni a szögletet. A hosszú oldalon nagyjából mindenki, de nyilván ez most csak az aktuális pozíció. Azt mutatja Takács Tamás, hogy nyugodjon meg mindenki, Kis Máténak pedig, hogy akkor jöhet be a labda. Jól jön be a labda. Másodikra is Marinigo tud fejelni, és aztán ott egy lökés, de a szabadrugás kifelé lesz, hiába Toma van a földön.
két pályán nincs gól, Mosomagyaróvár Pécs, illetve Csákvár Soroksár összecsapásokon. Toma belelövi a Szombathelyek középpályásába, így aztán visszaszerzik a labdát, és már indul rá a kapu felé, akit most buktatunk. Szabadrugás jön majd. Csató Martin pedig elindul előre. És jön Devecseri Szilárd is. Tíz perc van vissza az első félidőből. Kiméri a játékvezető a 9 métert. És most jött akkor a szabadrugás. Majdnem összejött. Cserniket futtatták, de nem tudta már középre tenni a labdát. Kezd erősödni egyébként a szél, így hogy most kezd a nap menni lefelé. És egyelőre, ha ez megmarad ez az irány, akkor egy picit a második félidőben fog majd minket támogatni. Bár egy kicsit keresztbe fúj a pályán, amennyire az ászlók mozgásából meg lehet ítélni. Keresztes beadása jónak tűnik! Ott kibújt kis Balázs, és nem tudta belőni. Ez most egy egyenlítési lehetőség volt. Kis Máté fejeri tovább, Morinigo. Morinigo nem hagyja, hogy lepattanjon az ellenférről, róla pattannak le. Kovács. Keresztes. Elindul visszafele a csapatunk is, hogy kicsit legyen terület, mert nagyon bezárkózott a Szombathely. Kis Máté. Ez így nem jó. Kis Máté, Toma. Fodor. Laca jól adja vissza Keresztesnek. Eltűnik közben Keresztes, Kis Máté. Megrekedt a támadás. Kis Balázs. Kis Máté. Elveszíti a labdát, és ebből indulhatnak a Szombathelyek. Molnár Rajmund felé az indítás. Szújó mellett elcsorog a labda, Molnár pedig mehet. Érkezik a segítség, Molnár egyelőre maga viszi, aztán belövi a jobb alsó sarokba. 3-1 arányban vezet a Szombathely. Ezt most azt gondolom abszolút le lehetett volna védekezni. Ehelyett megkaptuk a harmadik gólt. Három egy arányban vezet a haladás. Molnár Rajmund egyéni szólója végén növeli a csapat előnyét. Thank you.
Elindulnak a cseréink melegíteni, miközben egy játékos tápolni kell még. Gondolom, hogy Kis Máté az, aki lent maradt. De ő vesztette el a labdát, és nem volt teljesen a trendben minden. És megkezdi a csapat a melegítés. Hát nyilván előrejátékba kell több, de ilyen gólokat nem lehet kapni. Aztán Kovács. Keresztes. Toma indul, megállítja Simut, és már indít. Molnár. Keresztes állítja meg. Nyíri jól indul, Keresztes jól lép közbe, nem tudja előri második szándékra sem, Molnár. Jönni kell a kapuból, nem történt semmi sem, mehet tovább, labda volt. Csernyik ugrott ki egyébként jó ütemben. Toma, Keresztes, Morinigo, nem nagyon jutott el még helyzetig, nem kapott használható labdát, Laca indul, fönnakad az ellenfélen. Megfogta a csapatot a gól, azt érzem. Jól jön majd a szünet egy picit rendezni a sorokat, de talán jó lenne még a szünetig egy jó támadást vezetni, amiben megvan a gólszerzési esély. Ezt keresztesé kell, hogy legyen, nem a legjobban lőtt előre. Tűnik, hogy a jobb lába az kevésbé hatékony, mint a bal, amikor védekezni kell. Ettől függetlenül maga biztosan és jól játszik. Nem rajta múlik a mai eredmény. Kis Máté fejjel vissza. Gyönyörűen fordul, és megy középű derekas az indítás után. Csernik fejelt. Könnyű zsákmány Kovácsiknak. Morinigo leshatáron, a labda viszont még hátul. Keresztes hozza, Kis Balázs mutatja, hogy elindul keresztbe, jön Vitális is, Csató Martin fejeli vissza. Megint derekas indul. Derekas gyorsabb, mint a többiek, a kiugratásával viszont Fodor beleteszi a lábát. Aztán Molnár tovább sarokkal, ott a helyzet, Zicserig játsszák, Kovácsik véd hatalmasat. De szerencsénk volt, hogy ott hagyta a lábát kapusunk, mert most könnyen eldöntette volna az egész meccset a haladás. Szép cselek Némettől, egy perdítés és fölé. Molnár Rajmund. Jön még a labda vissza. Hát lehet, hogy nekünk lesz jó, ha véget ér az első félidő, mert egyelőre itt most komoly bajba vagyunk. Sikerül Keresztesnek tisztázni. És dobhatnak majd. Nem tudom, lesz-e hosszabbítás az első fél idő végén, talán egy perccel képzelhető, hiszen kétszer is állt a játéksérülés miatt. Szombathelyek most a 16-oson belül megint. Kis Máté vágja ki a labdát.
biztos, hogy lesz hosszabbítás, legalább egy perc, mert a tartalékjáték vezető ott áll a táblával, a nullát nem szokták fölmutatni. Kovács Krisztián szerel. Hát a Szombathelytől látjuk most azt, amit a saját csapatunktól szerettünk volna. Egy perc lesz a hosszabbítás. Sinut. Elakad a labdája Laszába. Hárman melegítenek. Nagy műgonddal kapja vissza Sinut a labdát, hogy elvégezze a bedobást. Azt gondolom, hogy ők hárman be is fognak talán jönni, akár mindjárt. De meglátjuk, hogy hogy dönt majd a vezetőedző. Most már az óráját nézi Takács Tamás, szerintem a bedobás után le is fogja fújni. Vitális még engedi. Kovács a jobb oldalon, talán egy támadás még belefér. Kovács középre kéne tenni a labdát, Krisz. Vitális elől elsodorják. Német pedig kilövi, úgyhogy most van vége az első játékrésznek. Hát egyelőre szombathelyi örömjáték, különösen itt ami a vége. És hát ettől többet remél a győri szurkolótábor, reméljük, hogy második félidőben meg is kapja.
pillanatról melyik szeretett kedvenceidet az ország bármelyik ottózójában. Ahol a B-sport és e-sport virtuális tárlatokat nyithat számodra. Egy olyan világ, amiben bárhol, bármikor biztonságosan fogadhatsz. Ez a világ. Tipics. Tiszta szívből szurkolunk. Csere dömping nálunk, és bemutatkozik a 17 esztendős Winkler Laci, aki a középpályán lehet hasznos tagja a csapatnak, és itt mindjárt egy helyzet is lehet akár a mérkőzés elején. Kis Bence is bent van, a lövés mellé. Nem is indul rosszul ez a játék rész. Hárman nem jöttek ki a második félidőre, Szújó Attila, Kis Máté, és Laca Alex, Winkler László, Csontos Dominik és Kis Bence a pályán. Winkler László a Dana Győrűfalutól került ide az Etóhoz, és most először kap lehetőséget, hogy pályára lépjen. Itt pedig egy buktatás és 11-es. 11-es. Sőt, még lap is lesz. Sárga lapot kap, ha jól láttam, Csató Martin, és 11-est harcol ki a most beállt Kis Bence. Na jön akkor. Akár itt is a második gól. Eto 11-es tehát. És Vitális Milán tette le a labdát. Egy nagyot fújtat, mielőtt nekifutna. De rosszul lőte. Verpes fogja a lövést. Olvasta, hogy hova fog érkezni a labda. És kivédte a lövést. Pedig, ahogy megszerezte Csernik a második gólját, Vitális is megszerezhette volna. Kár ezért az elpuskázott lehetőségért, most egyértelműen sokkal nyíltabb lett volna a mérkőzés. Így viszont marad az 1-3.
Hát innen szép nyerni, hogy mondani szokták. Kijöttünk, helyzettel kezdünk, büntetőz jutunk, és aztán nem sikerül belőni. Megszárad a levegőben a labda, Toma kiveszi le. Vitális. Reméljük nem fogja meg a csapatot most itt a kihagyott büntető. Közben Németh indít, aztán kapja vissza a labdát, Nyíri. Molnár középült, Molnár áthámozza magát, és mellé lövi. Zicser volt ez is. Fodor lett egyébként a csapatkapitány most, hogy Kis Máté nem jött ki a második félidőre. Keresztes pedig behúzódott egyel beljebb és belső védő lesz, Rácz pedig a büntető területen belül. Jól jött Keresztes és állította meg az akciót. Saját szurkolótáboruk felé támadnak a szombathelyiek. Németh a bedobásnál. És jöhet majd a szabadrugás a miénk javára. Csontos Dominik Soroksáról jött, előtt a Ferencvárosban nevelkedett, ő 20 esztendős. És most először pályán itt az Eto stadionban, győri színekben. Keresztes. Vitális. Megpróbálja áthámozni magát, egyelőre még nem sikerül, és akkor talán egy szöglet lesz belőle. Igen. Mihály Hip anyagul odaszól a játékosnak, hogy gyerekek, most már el kéne kezdeni melegíteni, menjetek, de egyelőre még nem nagyon kívánkozik. Itt akar alól előbújni a szombathelyi cseréknek, meg hát úgy játszik a csapat, hogy miért cseréljenek. Morinigo próbál hozzáférni a labdához, de nem tudott kapura lőni. Kis, Kovács mellette. Toma, már rendezzük a sorokat. Kovácsik. Fodorral játszik össze, Molnár Rajmund támadja, és majdnem el is vette tőle a labdát. Toma hagyja, hogy Kovács hozza. Jónak tűnik az indítás, Kis. Toma. Hozzáférünk-e a labdához? Nem. Lent maradt közben egy szombathelyi játékos. Fodor várja, hogy akkor mi legyen, mert tovább a játék. Kis Balázs. Kis Bence kérné tőle, nem ő kapja, hanem egy keresztlabdával megkapja Csontos. Vitális. Kovácsnak játsza ki. Alig, hanem itt bajban vannak egyébként a szombathelyek, most egyre kevesebben vannak, mert le is ül a játékosuk, úgyhogy valószínű hamar cserélni fognak. Molnár Rajmund. És most, hogy ketten vannak a földön, most ha megállítja a játékot a játékvezető, és behívja Derekas Zoltához a segítséget. Lehet, hogy nem fogja tudni folytatni a játékot.
Hát de jó lett volna vele, hogy a büntető mennyire más meccs lett volna onnantól kezdve. Ha vannak kulcspillanatok egy mérkőzésen, akkor ez talán pont az volt. De kell, hogy legyen elég erő a csapatba, hogy ettől független menjen tovább és csinálja a dolgát, tegye a dolgát mindenki, és próbáljon meg szint vinni a játékba, helyzeteket kidolgozni. Rendben lesz, úgy látom, Derekay Zoltán. Devecseri végezte el a szabadrúgást. Wingler. Visszafele játssza. Keresztes eladja. Lövőhelyzet. Lesz-e lövés? Fodor blokkolja. Megpróbál Csillus kapura lőni. Kis. Morinigo. Devecseri jól belépett elé. Nagyon rutinos védő. Itt pedig Molnár Rajbú. Nagy játékedve játszik. Rász néz fel. Egyre jobbra-balra forgatja Winglert, aztán teszi tovább, hogy legyen lövőhelyzet. Ott nem megy be a labda. Csontos jól blokkolta. Csernik passzát, aztán most már Csernik visszafele keveredik. Rácz. Nem tudjuk megszerezni a labdát. Ellőjük, de azonnal a Szombathely már visszaszerzés támad vissza. Csató. Keressük most a labdát, és egyre nem nagyon találjuk. Keresztes piszkálja ki. Simut a bedobásnál. Molnár. Jöhet a Szombathely. Derekas már ott a pályán, és tudja folytatni, itt pedig szabálytalanság történt. Jöhetnek a Szombathelyiek. És Mihály Hipp is elkezdi hamarosan a cserét, mert valakit visszahívott a melegítésből. Rácz pedig leteszi a labdát, hogy elvégezze a szabadrúgást. Hosszú oldalra teszik, nem jött ki Kovácsik, aztán sikerül elfejelni. 11-es reklamálnak a Szombathelyiek, mert tovább a játék. Kis. Visszafele jönne, de Csernik elszedi tőle a labdát, Derekas. Német. Molnár jól lépi át a labdát. Rácz. Vitális, ügyesen ugrott közbe. Kis. Újra ő. Morinigoz most eljut. Indul Kis Bence. Csontos, előtte Kis Bence. Toma középütt. Kovács. Morinigóról került a kapu felé a labda. Nem volt benne igazán komolyabb veszély, úgyhogy lassan eltelik egy negyed óra ebből a félidőből is, és nem állunk jobban, mint eddig.
Nyíregyháza Siófok 1-1, ugye a következő idegenbeli meccsünk majd Siófokon lesz, Csákvár-Soroksár 0-0, Kozár-Misleny-Ajka 0-1, Mosa-Magyaróvár-Pécs 1-1, a 41. és a 45. percben volt egy gyors gólváltás, Budafoksz-Kazincz-Barcika 2-0, Békéscsaba-Gyirmott 1-0, és Dorog-MTK 0-1, így állnak a meccsek többi pályán. Itt 1-3. Verpec István lövi fel a labdát. Csontos hátra, keresztes. Egyelőre úgy tűnik, hogy bal hátvédként otthonosabban mozgott. Kicsit lehet most a kényszer miatt is. Ő kellett, hogy bemenjen középre. Müller indítása Kovács Krisztián felé. Vitális. Kis felé ment az indítás, de hát nem volt pontos. Kovács. A két kis játszik össze. Vitális elcsúszik, aztán egy pirulett után most már újra talpon. Lövi középre, Verpes húzza le. Morinigo jól jött, de jól jött a kapus is. És indul a jobb oldalon a támadás. A szombathelyiek megpróbálnak építkezni. Nyírinek az indítás túl hosszú. Az ígércserével Mihálhip úgy tűnik, hogy vár még. Morinigo pedig szabálytalan volt. Még nem marad egy játékos a földön, egy szombathelyi. Csató Martin most már talpon. Lehet egyébként, hogy nem ő kapta a sárgát, hanem Devecseri Ádám. Igazából majd jegyzőkönyvből úgyis kiderül. Amíg nincs újabb sárga, nincs jelentősége. Itt rász a 16-oson belül. El kéne onnan lőni a labdát, gyerekek, így is van. Német Milán. Kérné vissza, de Derekas egyre nem őt választja, csak második szándékból. Kis Balázs nem tudja elvenni a labdát, Kovács se. Na most Kovács igen. Vitális. Wingler gyorsan elvégzi a szabadrugást, Kovács Krisztián. Kis Bence, Kovács, Wingler, jól tovább. Hát itt is volt egy kis lábkocintás. Kovács, ez jó passz. Kérné vissza Kovács Krisztián. Nem jó helyre jött a labda. Kicsit most beszorítottuk a haladást, de igazából nem jött még jó passz. Kis Bencétől most már csontosig kerül a labda, keresztes. Vigyáznia kell, mert utolsó ember most már. Morinigo pedig a kapus alá fekszik.
Devecseri szeretne légtételt várni, nincsen semmi értelme. Moririgo eljön onnan. Szombathelyi bedobással folytatódhat a mérkőzés. Csontos és Keresztes játszik össze, aztán beveszik Tomát a játékba. Winglert támadják, sőt Derekas el is veszi tőle a labdát. Óriási helyzet. Fodor lábára megy ki szögletre. Visszatják most Winglert, hogy ne vegye vissza azt, hogy itt most belehibázott, van ilyen a játékban. Csernik pedig megválja Rászat, hogy elvégezze a sarokrúgást. 65. perc a mérkőzésen. Devecserit várták, aki megérkezett középre. Rövid sarokra próbálta tenni, és Csató még kapu felé is húzta. Ezért kirúgással folytatott a játékbe, közben kim volt a labda. Keresztes, aztán Fodor. Fodor nézi meg, hogy kit lehetne játékba hozni. Kis Balázs menne. Molnár. Winkler jól állítja meg, és aztán mehet tovább. Nem tudják megetenni. Gyerünk, Laci! Jó a kiugratása, és ott lehet a lövés, és Morinigo nem ér oda. Kis Bence lövése pedig nem volt pontos. Se beadás, se lövés így igazából. Legalábbis olyan, aminek a végén gólnak örülhetünk. Winkler, aztán Kovács. Kint volt. Kovácsiknak nem sikerült kirúgni a labdát, úgyhogy nem ment még a bedobás. Fodor most teszi meg helyette. Kovács. Winkler. Csontos, Keresztes. Morinigo. Kovács. Kis. Toma kapja. Rátartottak Kis lábára. De Németnek is fáj. Ezt pedig megpróbálta kapura lőni. Csontos Dominik. Verpec pedig eljátszott a labdával.
Hát túl vagyunk most már ennek a Frédőnek is a felé, még mindig 3-1-re vezet a Szombathely. Lehetett volna másképp is, de most már ezen kár sinánkozni. Itt azért az legutóbbi 5 perc játék az talán biztató annyira, hogy érezze a csapat is, hogy van itt keresni való. Csontos volt szabálytalan. Ugye láthattunk egy statisztikát, hogy a csapatok a fiatal szabályon túl mennyi labdarúgónak adnak lehetőséget, és láthatjuk azt, hogy ebből messze kiemelkedik csapatunk. Most is akik beszálltak, ugye Ingler Laci 17 éves, Csontos Dominik 20. Mindenképpen azt lehet mondani, hogy nagyon fontos, hogy a vezetőedző bátran nyúl a fiatalokhoz. És nagyon fontos lenne, hogy azért ez egy picit jobban megmutatkozzon az eredményekben is. Mert a szurkoló szívének azért a győzelmek is kellnek, miközben a játékosoknak és nyilván az edzőnek is. De egyértelműen látjuk azt, hogy a lehetőséget kapó játékosok mérkőzésre mennyivel magabiztosabbak. Bingler. Vitális. Kis. Csontos. Toma 16-oson belül. Nem sikerült kapura lőni az utolsó pillanatban, német Milán tisztázott. Kis, Wingler, Vitális, Fodor is föllép, most keresztes lett, így most ténylegesen a legeslegutolsó ember. Kovács, nem értették meg egymást most, és Molnár Rajmund indul, keresztessel nagy versenyfutásban. Kétszer ne adja el nekünk ugyanazt a mérkőzésen, keresztes próbál beállni elé, Molnár tovább viszi a labdát, Fodor szerel, és aztán Vitális gyűjti össze a labdát. Vitálistól elveszi Csernik. Finom beadás, derekas. Csontos tisztáz. Német Milán. Csató Martin. Marinigo tartott rá a lábára. Ki fog magának harcolni a sárga lapot. Nyilván a harcossága az dicséretes. Az utolsó 20 percre, és ebben már beleszámítottam a hosszabbítást is, még mi változtatunk hamarabb. Vitális volt szabálytalan. Német szabadrúgás a Csontos fölött átszáll, de aztán a védő időben kapcsol és kivágja. Hát nagyobb is lehetett volna ebből. A szombathelyi drukkerek boldogak és éltetik a csapatukat, a mieink csöndben figyelik az eseményeket. 3-1 a mérkőzés állása a vendégcsapat javára. A lelátó hangulata gyakorlatilag az eredményt is tükrözi. Egy fejesés mellé. És Priskin Tamás jön majd be, úgyhogy Marinigót fogja minden bizonnyal váltani. És talán egy 20 percbe azon mentalitásával, rutinjával
sikerül változtatni a mérkőzésen. Fodor kap Molnártól egy csomagot, és akkor most jön majd a csere, Morinigo helyett Priskin Tamás. Priskin szerzi meg a labdát, és aztán lövi kapura mindjárt. Vitális volt, szabálytalan. Devecseri pedig lent marad. Pillanatra ránézek addig, hogy áll a többi mérkőzés. Budafok Kazincvarcika 4-0. A többi pályán csak egy helyütt van változás, a Pécs már vezet Mosomagyaróváron. Úgyhogy ott nagyon komolyan gondolják, hogy szeretnék ennek a végelszámolásnál is ott lenni a feljutásért vívott csatában. Vitális. Csontos vitatkozik, teljesen feleslegesen ő is. Kicsit, mintha az eredménytelen támadójáték miatt kezdenék a türelmüket veszteleményeink. Kis. Toma. Német vágja ki, Molnár Rajmund, Wingler ügyesen megállította a támadást, és jól avatkozott közben, jól helyezkedett. Keresztestől akár kaphatná is vissza. Vitális. Csontos. Priskin hagyja ott a bedobást. Szombathelyünk mindig nem cserélt, bár nyilvánvalóan, hogyha ami működik, azt nem kell megjavítani. Itt pedig szabálytalanság, és akár lap is lehetne, de nincs még lap. Vitális híveli középre Fodor felé. Német. Kovács próbálja blokkolni Molnár Rajmundot, másodjára sikerül földönteni. Oldalra fejelt labda. És szabadrugás lesz majd befelé.
kifejeljük a szabadrúgást, és aztán szerencsére sikerül elhozni, bár Wiglernek úgy látom, hogy ez fájt. Gáspár Milán kollégám szokott emlegetni egy meccset. Hát egy jó 15 éve játszották a csapatok. 3-3 lett a vége, 3-1-re vezettünk. Úgyhogy ő neki, ahogy mondani szokták, jött a mix. Itt közben egy helyzet. Verpes fogja. Szóval 3-1 volt ide. Már túl voltunk azon, hogy a játékvezető fölmutatta a hosszabbítás jelző 3 percet. Mindenki boldog volt, aztán 3-3 lett a vége, mert a haladás még talált 2 gólt a végén. Hát úgy érzem, hogy nekünk is most találni kéne, mert egyelőre kidolgozott akciókat tekintve nem sikerül jó kulcspasszokat adni. Wingler visszaszerezte a labdát, aztán már nem tudtunk támadást építeni. Csató Martin. És most jönnek majd a szombathelyi cserék, legalábbis egy valaki biztos. Ugye az 5 cserét azt 3 részletbe lehet maximálisan megtenni. A játék megszakításokat nézzük, Fodor labdája rossz. Marad a labda a Szombathelynél. És a 18-as Doktorics Áron jön majd hamarosan. Toma. Kirugás jön. Nem fognak még akkor cserélni a szombathelyiek. Általán ez szokás, ugye, hogy mindenki akkor cserél, amikor nála van a labda, mert akkor ő szabályozza, hogy éppen mikor fogják játékbozni, és megváratják, amíg mindenki elfoglalja megfelelő pozíciót. Csató állítja meg a labdát, és veszi le Priskin elől. Pingler emeli ki. Továbbra is marad nálunk a labda. Wingler. Illetve most Wingler, bocsánat, előbb vitális volt. Wingler. Csontos kérné. Beleléptek a szombathelyek az átadásba. 83. perc. Még egy szombathelyi játékos visszajött, úgyhogy szerintem most bevárják egymást. Priskin pedig megpróbál befordulni a büntető területen belül. Doktor is mutatja, hogy ő készen áll, ő már nagyon szeretne jönni. Úgyhogy egy esélye jönnek majd ezek szerint a cserék. És most jön el a pillanat, mert hogy a Szombathely dob. Cserél a haladás csapata, a 17-es Csernik Kornéleje érkezik 18-assal, Doktorics Áron. Egy változás a többi pályán. Madarász egyenlített, úgyhogy a Nyírmód Békés Csabán 1-1-re áll. És
jön akkor hamarosan be Borvető is. Ő kezdő volt az előző fordulóban, most viszont nem kapott bizalmat, csak legalábbis kezdőként, hanem majd most fog beállni hamarosan. Devecseri oldalra teszi ki. Rácz. Haladás dob. És nálunk is jön hamarosan az utolsó csere. Kovács. Toma. Priskin. Vitális. Messziről lövi, de a lövése levágódik a védőkről. Kovács a bedobásnál. Német. Kovács. Ezt Priskinnek szánta, de nem találta meg. Csere jön majd, úgyhogy nézzük, hogy Borvető ki helyett jön be. És lehet, hogy mi is cserélünk villámgyorsan, hogyha ez belefér. Még a kirúgás előtt, igen. Wingler. Jó labdaszerzés. Passz a Szombathelyekhez kerül. Borsos. Kiúzzák a lábát. Kovács nyúl alá. Kis. Toma. Keresztes maradt elől. A kezéhez ért valakinek a labda. Szabad rúgás lesz majd kifelé. A MOL Magyar Kupában 3 napon át játszanak majd a csapatok. Ugye a Mezőköves nyert már 2-0-ra az MTK ellen idegenben a múlt héten. Vasas a Honvéddal játszik majd kedden. Szerdán Monor Paks, Békés Csaba ZTE, Iváncsa, Budafok, ES MTK, Kisvárda. És a mi meccsünk 7 órától a Debrecen ellen. A Puskás Akadémia pedig majd az Újpestet csütörtökön fogadja. Priskin. Borsos. Jó lenne a csát, a könyökével lőtt el, vagy lőtt el, könyökével piszkált el a Szombathelyi játékos. Szabályok értelmében egy szabad rúgást nyugodtan adhattak volna a játékvezetők. Borvetőnek szánták a labdát, de hát nagyon messze volt tőle.
el kell, hogy mondjam, hogy a siker az óriási energiákat szabadíthat fel. Mindjárt mondom, hogy miért, de közben nézzük, hogy mi lesz az akcióból. Vitális labdája nem jó, tökéletesen keresztez a Szombathelyből Simut. Wingler aztán Kovácsnak játsza oda. Kis, nem jó Priskinnek, levágódó labda. Gyömöszöljük a labdát, de egyelőre nem járunk sikerrel. És nem történt ott semmi sem. Borvető felé az indítás. Az utolsó cseréjük a Szombathelyeknek egy lesz, majd egy játékost váltanak. De a játékvezető kezében már nem tudom először az a tábla, ami bemutatja, hogy hány perc lesz a hosszabbítás. Miközben továbbra is mi támadunk. Priskin háttal a kapunak próbál befordulni. Nem szabálytalankodnak, szabályosan szerelnek, aztán Priskin rúg oda. 2 perc lesz a hosszabbítás. És lehet, hogy megvárjuk a cserét. Igen, a csere jön most. Érkezik akkor Zvekanov. Szóval az energiákat, ha nézzük, a szombathelyi szurkolók közül sokan már félmeztellenre vetkőzve ünneplik csapatukat. Mi meg itt 3 kabátban, 2 pulóverben és 4 sapkában fázunk. Mai meccsen a haladás a semmiből szerezte meg a vezetést. Vitális egy szép támadás után egyenlített. Aztán az első fél időben újabb helyzeteket váltott gólra a Hali, sőt akár lehetett volna több is, mint 3-1. A második fél időt nagyon jól kezdték a mieink, hiszen helyzetet harcoltak ki, és 11-eshez jutott a csapat 2 percen belül, de a büntető kimaradt, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden úgy alakult, ahogy azt a Szombathely szerette volna. Németh Milán lövi fel a labdát, és most van vége. 3-1-re nyeri Győrben a haladás, és ezzel megerősíti a pozícióját a bajnokságban, mi pedig a szegedi bíztató X után itthon vereséget szenvedünk. Én köszönöm a figyelmet mára, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Szurkoljunk az Etónak a következő meccsen, a Debrecen elleni kupamérkőzésen. Mindjárt mondom, csak leállítom.